A kereszténység írott emlékei egészen az ókorig vezetnek vissza minket. Az Ószövetség és az Új Szövetség keletkezéséről számos történet maradt fent. Legalább ekkora jelentősége van a középkorban a római katolikus egyház életében a reformációnak és az ellenreformációnak. Ugyanis előbbinek köszönhetően támadt igény arra, hogy a hívők anyanyelvükön olvassanak Bibliát. Az első magyar nyelven íródó szentírás Károli Gáspár nevéhez fűződik. A történelmi esemény részleteiről és fontosságáról tartott előadást Medinán Szabó András, irodalomtörténész. Hát a Vizsgai Biblia az első teljes magyar Biblia fordítás. Az a jelentősége, hogy az összes többi, későbbi Bibliát ennek alapján adták ki, tehát ez volt az alap, ezt javították, ezt adták ki, és évszázadokon keresztül ezt a szöveget használták, és hát ez lett a legtöbbször kiadott és legnagyobb példányszámban kiadott magyar könyv. És óriási nagy hatással van a magyar nyelvre is, meg a magyar irodalomra is. Tehát ez jelenti igazából a Vizsgai Bibliának a jelentőségét. A Biblia fordító hagyományosan oda van írva ugye a Bibliának az elejére, hogy Károlyi vagy Károli Gáspár. Nagyon keveset tudunk igazából a Biblia keletkezési körülményeiről, mert nagyon szerények voltak a fordítók, mert többen voltak. Azt tudjuk, az előszóban megírja Károlyi, hogy többen fordítottak, de nem nevezi meg őket, úgyhogy csak találgatunk igazából, hogy kik lehettek. Egy ilyen munkacsoport, amely felosztotta egymás között a Bibliának a részeit, és aztán a végén az egészet egybeszerkesztették és kinyomtatták. A Vizsgai Biblia keletkezésének a körülményei tisztázottak, jelentősége elvitathatatlan a magyar irodalomtörténet szempontjából. Kutatása mégis izgalmakat tartogat az irodalomtörténés számára. A Bibliának nem csak a magyar irodalomtörténetre van nagy hatása. A középkori államok mind-mind a Biblia tanításai alapján szervezték mindennapi életüket. Ez szabta meg az együttélés normáit. A Bibliának nagy szerepe van abban, hogy Európa akkor is és ma is olyan, amilyennek ismerjük. Arról van szó, hogy a reformációhoz kitűzte célként az, hogy Bibliát kell fordítani anyanyelvre, és lehetőleg minél több ember kezébe odaadni. Persze még kevesen tudtak írni, olvasni viszonylag, de a célt akkor is kitűzték, és ráadásul úgy fordítottak Bibliát, hogy próbáltak visszamenni a Bibliának az eredeti héber görög szövegéhez. És hát egymás után jöttek a Biblia fordítások, ugye először Luther lefordította a németre, és utána Európában, ahol a reformáció elterjedt, mindenütt jöttek az új Biblia fordítások, és így volt ez Magyarországon is. Tehát többen megkísérelték, és a végül Károly Gáspárnak és a társainak sikerül így nagyjából 1586-ra elkészíteni egy teljes szöveget, és néhány év szerkesztés után ezt nyomtatják ki aztán a Vizsgai nyomdába 1590-ben, és így lett tulajdonképpen az első teljes Bibliánk. Azonban a Bibliának a mai fordításához kevés köze van a Vizsgaiban fordított példányhoz, hiszen az évszázadok folyamán a nyelvújításnak köszönhetően átalakult a szöveg is. Ez egy óriási nagy szöveg. Igazából, amit ugye az ókorból örököltünk, és alapvetően meghatározza az európai kultúrát, tehát ez a zsidó-keresztény kultúra, ami Európát Európává teszi, ennek az alapszövege igazából a Biblia, és emiatt jelentős, hogy sikerült végül egy teljes szöveget létrehozni 1590-ben, magyarul is. Az eredeti Vizsgai Biblia szöveget évszázadokon keresztül mindig javították, tehát újra és újra kijavították ezt a szöveget, és hát 1908-ban adták ki tulajdonképpen az utolsó úgynevezett Károli Bibliát, ami még az eredeti fordításon alapszik, de az is már eléggé távol áll tulajdonképpen az eredeti szövegtől. És hát ami most kapható, mint Károli Biblia, az általában ez az 1908-as javítása a Vizsgai Biblia szövegének. A Károli Bibliát az 1500-as évek végén nyomtatták a mai Szlovákia területén Vizsgaiban. A reformáció nagy szerepet játszott abban, hogy a magyaroknak is legyen a 16. század végére már saját nyelvre lefordított szentírásuk.